Mi a legnagyobb hivád értékesítőként? Ebben a videóban egy olyan dolgról fogok neked beszélni, ami egy drasztikus szemléletváltást hozott nálam. Mielőtt ezt az egy dolgot figyelembe vettem volna, folyamatosan azzal foglalkoztam, hogy hogyan tudom bővíteni az ismereteimet értékesítőként, hogyan tudok jobb lenni, hogyan tudok fejleszteni magam. Amikor viszont ezt az egyetlen egy dolgot helyre laktam, ezt az egy gondolatot megkaptam, az egész addigi teljesítményemet meg tudtam duplázni egy nagyon rövid idő alatt. Tehát, hogyha te is szeretnél jobb értékesítő lenni, és szeretnéd megtudni, hogy mi az, az egy dolog, akkor maradj velem ebben a videóban. Hogyha nem ismernél engem, én Szalaj Tamás vagyok, én több mint 12 év vagyok értékesítő, és az elmúlt három évben már oktatom is az értékesítést. Na és hogy mi volt az egy gondolat, amit én akkor kaptam az akkori ingatlanos irodavezetőmtől, vagy hogy mi volt az, ami nálam ezt a szemléletváltást hozta, az az volt, hogy mikor már visszajöttem, az az évben a harmadik szakmai képzésemről, és azon törtem az agyam, hogy mit tehetnék még többet, és hogyan lehetnék még jobb, akkor megkérdeztem az én irodvezetőmet, hogy szerinted melyik képzés lenne nekem a legjobb a következőben, vagy miben kéne még nekem fejlődjek. És az volt az ő rövid tömör válasza, hogy figyelj ide Tamás, neked nem jobban kell csinálni ezt a dolgot, hanem többet. És én úgy látom, hogy a legtöbb értékesítőnél a kezdőknél is, de a haladóknál is előfordul az a probléma, hogy annyira sokat figyelnek saját magukra, annyira sokat szeretnének fejlődni, és annyira sok ismertet szeretnének begyűjteni, akár szakmai ismertől van szó, akár értékesítési technikáról van szó, hogy nem jut idejük arra, hogy számokat próbáljanak. És az értékesítés alapja az, hogy mennyiséggel dolgozunk. Tehát akkor lehet a minőséggel foglalkozni, mikor már megvan a mennyiség. És hogyha ez nincsen meg, akkor meg időpazarlás a minőséggel olyan nagyon sok időt foglalkozni. És ami eh, inkább a kulcs gondolata ennek az, hogy nagyon sok ember összekeveri az eredményességet az aktivitással. Beülnek mondjuk az irodába, eltöltik ott a napot, megnéznek egy-két videót, elolvasnak egy-egy szakmai cikket, felmennek a LinkedInre vagy bármilyen más eh, ilyen kapcsolatépítő felületre, és ezzel úgy gondolják, hogy nagyon sokat tettem ma is az én karrieremért. Vagy elmenek egy képzésre, és akkor azt mondják, hogy ú, tudok egy új készséget. Akkor már értékesen vagyok, már tettem azért, hogy én jobb legyek. És emellett ugye elmaradnak a számaik. Na, ha elemezzük ezt a helyzetet, akkor ez mentálisan úgy néz ki, hogy minden olyan dolog, amit a tevékenységethez kapcsolsz, te úgy gondolod a saját fejedben, hogy ez téged előre visz, hogy te aznap dolgoztál. Ugyanakkor meg, hogyha nincs egy eredménykövetésed, és nincs meg mellette a maga az értékesítési tevékenység, tehát a hideghívás, a prezentáció, a tárgyalás, meg minden más olyan dolog, amikor megmutatod a te termékedet, szolgáltalásodat valaki másnak, vagy éppen arról beszélsz, akkor Teljesen mindegy, hogy mennyit foglalkozol ezekkel a dolgokkal is. Nagyon könnyű átverni saját magunkat. Amikor te nagyon sokat foglalkozol azzal, hogy például nézegeted az ilyen üzleti cikkeket, vagy képzésről képzésre jársz, akkor te úgy érzékeld ezt, hogy te ma is nagyon sokat tettél azért. Ugyanakkor pedig, hogy a kinyitod a határőnapra, és megnézed, hogy aznap milyen tevékenységet végeztél ténylegesen, közvetlen annak érdekében, hogy eredményes legyél, akkor bizony elég szomorú dolgok szoktak kijönni. És ahhoz, hogy kiküszöbölt te ezt a problémát, ahhoz, hogy te jobb legyél, mint az át, hogy te tényleg tudjál nagy számokat provokálni, kell egy tevékenység követő rendszer neked. Tehát meg kell nézned, hogy aznap ténylegesen hány dolgot csináltál, és nem szabad, hogy hagyd a te elmédnek, hogy be csapjon téged, hogy teljesen más irányba vigyen, hogy úgy érez, hogy te nagyon haladsz, és közben pedig az eredményeid elmaradnak. És nagyon sokan pontosan azért nem tartanak ott, ahol szeretnének, mert nincs egy ilyen tevékenység naplójuk, nincs egy olyan dolog, ami követi az ő eredményeiket, és ezért úgy gondolják, hogy nagyon sokat tesznek a céljukért, és közben pedig lehet, hogy kiderülne az, hogy nem is olyan sok az a sok, amit ők soknak gondoltak. Tehát Hogyha megnézzük, hogy ténylegesen mi az, amit a tevékenységgel töltenek, akkor elkeserednének azon, hogy milyen kicsi az az idő ahhoz képest, amennyit ők gondoltak. Tehát, hogyha szeretnél ezen javítani, hogy te, te szeretnél egy kicsit jobb értékes idő lenni, akkor az első és legfontosabb lépés, hogy követed a te tevékenységedet és számokat hozol létre. És hogyha látod azt, hogy minden héten megtelik a naptárad, minden héten teleírod a tevékenység naplót olyan dolgokkal, amik ténylegesen őre vittek az értékesítésben, akkor már a következő hónapban téged nem fog az frusztrálni, hogy mennyi időt töltesz az értékesítéssel, és mégsem jönnek azok a fránya számok. Tehát, hogyha tudod, hogy pontosan mennyit csinálsz, akkor le tudod annak követni a tényleges eredményét, és nem fognak az érzelmei téged befolyásolni. Én köszönöm szépen a figyelmedet, hogyha tetszett neked ez a videó, vagy szeretné hasonló dolgokat hallani, akkor iratkozz fel a csatornámra, és Találkozunk a következő videóban.